elkezdjük az idei évet. Sziasztok, üdvözlök újra mindenkit itt a YouTube csatornámon. Ezzel a videóval szeretném útjára indítani a 2021-es videós szezonomat, és hogy idén miképpen fog üzemelni a csatorna, azt az intro után kifejtem. Hadd kezdjem ott, hogy a 2020-as éven volt az első olyan év, amikor rendszeresen tudtam videókat megosztani YouTube-on. Ez egy kihívás volt magammal szemben, hogy tudom-e a heti egy videót tartani, és bár tudom, hogy az elmúlt 3 hónapban nem jelent meg videó, de nagyon sok előkészületem van abban, hogy idén milyen videókkal szeretnék készülni, és hogy milyen irányba szeretnék fejlődni. A további tartalmakban majd láthatjátok, hogy milyen eszközöket újítottam be, illetve hogy hogyan fogom teljesíteni az idei évben a videós megosztásokat. Erről hadd mondjak néhány szót. Keddenként egy podcast jellegű adás fog megjelenni, csütörtökönként lesznek az autós témák, és szombatonként az egyéb témájú videók. Itt gondolok a sportos témájú videókra, vagy éppen a technikai bemutató videókra. Ez nem azt jelenti, hogy heti 3 videó fog megjelenni, hanem azt, hogyha mondjuk kedden és csütörtökön nem jelenik meg videó, akkor számíthattok arra, hogy szombaton egy egyéb témájú videó fog megjelenni. El kell tennie néhány hétnek, hogy újra fellendüljön a YouTube csatornám, főleg ezután a 3 hónapos szünet után, de ez megtörtént, akkor heti több tartalomra is számíthattok. Nem szeretném tovább szaporítani a szót, ezt a videót tényleg csak azért készítem, hogy tudjatok arról, hogy idén miképpen fog üzemelni a csatorna, illetve arról, hogy elindul, és innentől kezdve számíthattok a heti tartalmakra. A további videókban majd láthatjátok, hogy az elmúlt 3 hónapban sem unatkoztam, nagyon sokat beszéltem, és így nagyon sok témát is sikerült legyártani. Ebben nagyon sokan voltak a segítségemre, amit szeretnék innen is megköszönni. Tényleg nem szeretném tovább húzni az időt. Az eddig forgatott videókból jöjjön most egy kis összeállítás. Sziasztok! Köszönöm, hogy nézitek a videót! Aha, a kiemelt hirdetéseket ugorjuk hát egyből 14 millió. 12 millió. 14, 16, 18. Kapásból kettőt kérek. Amúgy kedvezni szerettem volna a Passat tulajdonosoknak, de most egy 7-es Golf GTR-re esett a választás. Megnézzük, hogy mennyibe kerül feltöltenünk az autó 7 kW-os akuját nyilvános oszlopról. Hogyan lehet álló helyzetben aksit tölteni benzinnel? Volt ilyen kérdés? Én csak föltettem. Köszönöm szépen, ha idáig megnéztétek a videót. Remélem izgalmasnak fogjátok találni az idei év videós sorozatát, és ha érdekel benneteket a csatornán lévő további videók, akkor mindenképp iratkozzatok fel, nyomjatok rá a kis csengőre, akkor kaptok értesítést, hogyha megosztok egy videót. Segítetek abban, hogyha küldtök visszajelzést kommentben, illetve ha rányomtok a like gombra. Természetesen, ha tetszik a videó. Tartsatok velem idén is, sziasztok! Még meg kell barátkoznom ezzel a podcast mikrofonnal.